Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villanó fény jóslás. Mit kellene most megvilágítanunk? Mi az, ami fontos az életedben, ahova oda kellene figyelni? A jelenlegi helyzetre itt ez a kártya utal. Ez a fehér ló előre mozog. Az azt jelenti, hogy nálad most előre mennek az események. Utalhat változásokra, utazásokra, de azt is jelenti, hogy egy férfi közeledik hozzád. Ez a férfi nem jön üres kéze, hiszen itt látható ez a bot, és itt ég valami, tehát utal a tűz elemére. Jelenti az ő lelkesedését, a bátorságát, de utal testi kapcsolatra is. Ez a férfi nagyon tüzes. És hogyan tovább? Itt ezen a képen látható ez az arany érem, és az utal az anyagiakra. Erre kellene most odafigyelned, amit ez az érem még jelent, a munkahely. Ez lehet egy munkahelyi ajánlat, munkahelyi változások. Amit ez az érem még jelent, ezek az értékek. A belső értékek is. Figyelj oda rá, nézz oda, hiszen nálad is megvan a tudás, a tehetség, te is értékes vagy. Számára is értékes vagy, hiszen ezt is közli majd veled. Amit ez az arany érem még jelent, ez a föld eleme. Tehát itt reális dolgokról lesz szó. Ez a kép azt jelenti, hogy te elbúcsúzol valamitől vagy valakitől. Itt a háttérben a kelyhekről van szó, és ez szimbolizálja a könnyek mezejét. Tehát elbúcsúzol olyan dolgoktól, ami eddig elszomorított téged. És itt lesz egy új irány, hiszen hátat fordítasz ennek az eseménynek, vagy ennek a személynek. Itt is látható egy ajánlat, de más, mint ezen a képen. Itt anyagiakról vagy munkáról van szó, és itt a kelyheknél érzelmekről van szó, tehát itt lesz egy szerelmi kapcsolat, vagy ez a férfi közeledik hozzád, itt megvannak a lehetőségek, hiszen nem csak a tüzet nyújtja át, hanem ezt a kelyhet is, ami szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. De te nem veszed ezt észre. Nem veszed észre, hogy közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, vagy félsz elfogadni ezeket az érzelmeket. Itt a háttérben látható ez a fehér ló, ugyanúgy, mint itt. A különbség az, hogy ennek a lónak szárnyai vannak, és ez nem más, mint Pégázus. Ez a csillagkép, és utal arra, hogy tedd át magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Ez a kép itt azt jelenti, hogy lesz valami, aminek örülni fogsz. Vagy egy jó hír, vagy egy ajándék, egy meglepetés, de ez lehet egy meghívás, egy ünnepség is. Itt látható ezen a képen, illetve azt közli veled, hogy vannak nálad ötletek, tervek, amit szeretnél megvalósítani, de még minden olyan bizonytalan. De nem tudod, hogy mi vár rád. Teszel egy lépést előre, ott van még mindig a talaj a lábad alatt,
vagy az is lehet, hogy lezuhansz a mélybe. Minden olyan bizonytalan. Itt ezen a képen megjelenik a tolvaj. Ez lehet lopás is, tehát légy kicsit óvatos. De ezúttal ez a kártya jót jelent, hiszen a tolvaj eltávolítja a bizonytalanságot, és akkor meg lesz a biztonság érzete. Itt te állsz a középpontban, amennyiben te egy hölgy vagy. A férfiaknál más jelentése van ennek a kártyának. Akkor az azt jelenti, hogy ők odafigyelnek egy bizonyos hölgyre. De ha rólad van szó, akkor azt jelenti ez a kártya, te állsz itt a középpontban. Mutatod az arcodat, és ezt mások észreveszik. Megkapod az elismerést, megkapod a dicséretet, vannak jó gondolataid, ötleteid. Itt ennél a kártyánál a föld eleméről van szó. Az jelentheti az anyagi dolgokat, a munkahelyedet, de szimbolizálja a biztonság érzetét, jelenti a reális dolgokat, hogy egy terv, egy álom megvalósul. Akkor is, ha kezdetben megvan ez a bizonytalanság, ez a tolvaj ezt eltávolítja, és akkor meg lesz itt a biztonság érzete, és jól látod a dolgokat. Itt lesz egy új kezdet, hiszen kezedbe veszed ezt a botot. És az jelenti a tűz elemét, valami lelkesíteni fog téged. És belevághatsz ebbe a dologba. Ez lehet egy munkahelyi változás, lehet egy új kezdet a szerelmi élet területén, vagy egy költözés, és ez mind jóra fordul, hiszen ezek jó tervek, jó ötletek, itt vannak a lehetőségek, valami örömteli, és itt a föld eleme azt jelenti, hogy ez megvalósul. Itt ez a szivárvány, ez a fény, ez szerencsét fog hozni neked. Itt lesz egy új kapu, egy új lehetőség, és ez az új kezdet, ez jót fog tenni neked, tehát vágj bele ezekbe a dolgokba. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!